Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 23-áig. Mielőtt elemezném a képeket, közölném azt veletek, hogy indítom a Valentin napi akciós jóslásokat, hiszen rengeteg a megrendelés, és én ezt szeretném február 14-éig elkészíteni. Ez egy szerelmi jóslás kártyákból, azon kívül jön hozzá egy asztrológiai elemzés az indiai asztrológia szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Mindez megjelenik a csatornámon, ez egy videó felvétel álnéven, és ezt a jóslást, ezt a Valentin napi akciós jóslást megkapjátok fele áron 4500 forintért. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. És most rátérek a képekre. Itt látható ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. Azon kívül jelenti az időpontot is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, mint ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt ez a mágikus jelenti ezt a varázslatos kisugárzást, vagy a vonzalmat kettőtök között. A csillagok és ez a mágikus jelenthet egy spirituális területet is. Akkor is, ha van itt egy új kezdet, és még minden olyan bizonytalannak látszik, azon kívül ennél az új kezdetnél vannak még itt nehézségek, de hagyd el ezeket a gondokat, vágj bele ebbe az irányba, és ha ez a hivatásod, akkor éld ezt. Hiszen itt megvan nálad ez a belső forrás, ami utalhat az intuíciódra, az inspirációdra, és itt láthatóak az álmok, a vágyak, a remények. Minden kehely egy álmot jelent, vagy az elképzeléseket. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul, hiszen itt van ez a forrás. Ha nem hiszel az álmaidban, és feladod, akkor itt még küzdelmek lesznek. Visszatérve erre a kártyára, ez utal egy új irányra, egy új kezdetre, egy új periódusra, amire a 10-es szám utal, de mint látható, itt cipelsz még valamit. Ezt el kellene engedni. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, mint például félelmek, bizonytalanságok, vagy kapcsolatok, egy bizonyos tárgy, vagy egy bizonyos hely. Gondold át, hogy mit kellene elengedni, mitől kellene elbúcsúznod. Ez a kép utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. Ő befele fordul, hiszen itt az ő érzelmeiről van szó. Itt a három kehely mellette jelenti a múltat. Itt minden össze van törve, folynak a könnyek, sőt, ahogy a kép mutatja, ez lehet még vér is, sebzett emlékek. Neki mindezt fel kell még dolgoznia. A jövő itt van mögötte a két kehely, ami utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát megvannak az érzelmek kettőtök között, és itt ez a két kehely utal rád és rá. A háttérben ez a híd azt jelenti, hogy ez jelenleg még egy átmeneti időszak. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Előtted is itt vannak a kelyhek, tehát nálad is megvannak az érzelmek. De a 9-es szám utal még korlátozásokra, lehet, hogy az ő tartása miatt, mert nem tudod hogyan tovább, mit gondol, mit tervez, mit érez irántad.
Légy visszahúzódó, légy türelmes, itt gyümölcsözni fog valami. És itt látható, hogy ő közeledik hozzád, ez a gyermek utal az ártatlanságra, azon kívül szimbolizál egy új kezdetet. Itt kezdődik egy új periódus, és ő pontosan ebbe az irányba tekint. A kezében ott van ez a globusz, az utal a mi földünkre, és az jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Az is lehet, hogy a nyár folyamán tervez veled egy nyaralást, és ebbe az irányba tekint jelenleg, tehát ő tervezi ezt most már. De ahogy itt is látható, hogy befele fordul, ez a kép is arra utal, hogy megáll, várakozik. Miért van ez így? Itt látható a gyermekkor, megvannak nála a gyermekkori emlékek. És ez nem csak szép időszak volt számára, hanem láthatóak a könnyek is. Ő benne van ebben a transformációban, ebben a megújulásban, de hamarosan közeledik hozzád, átnyújtja ezt a kelyhet, ami utal a víz elemére, az ő érzelmeire, tehát nyitott érzelmekről beszélni, és ez a kép jelenti az, hogy itt lesz egy találkozás, szerencse a szerelmi élet területén, hiszen mindketten átnyújtjátok ezt a kelyhet, az utal az érzelmeitekre. Az lehet, hogy a téli időszakban még minden olyan hideg, rideg, megállnak az események, nem csak a szerelmi élet területén, hanem az anyagiakat, a munkát illetően is, és itt látható, hogy be van csukva a szemed, nem látod, hogyan alakulnak a dolgok, ami elbizonytalanít téged. Ez előfordulhat még itt februárban, hiszen ez még a téli időszak, de látható a jövő és a tavasz kezdete, hiszen itt kivirágzik valami márciustól, javulnak a dolgok, és itt megvan az isteni segítség, ez az angyal óv téged, szerencsét hoz, és itt meg lesz a belső harmónia, a belső nyugalom, mint ahogy itt is látható a csillagképen, hogy szerencsét lesz. Szerencsét lesz a munkát, az anyagiakat illetően, és a párkapcsolatot illetően is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!